Basto. Mindegy, addig csinálom a kérdéseket. Jani, gyere! Szia! Debbie, hello! Azt se tudom, hol tartok. Helyzet! Mindjárt megesz valami. Éppen. Ott a medve. És így kell kezdenem-e? Mindjárt megeszek egy medve? Próbáltad már ezt a játékot? Vagy csak a Call of the Wild próbáltad? De várjunk, ez pontosan. Ha ez egy érett bármilyen medve, akkor az pont jó. Vagy csak szemezgetsz ezzel a játékkal? A vadásznak ezzel a fajtájával. Két medve is. Nézd, pont nem spotolom ki. Előtt nőstjék. Ott elfutott egy másik. Jó lenne, de élet hármasként nem vagyok hajlandó kilőni. Ne haragudjatok. Én inkább várok. Élet hármasként én nem lövöm ki. Így is örülök, hogyha lesz majd egy ötös medvém kés. Úgyhogy én odébb is megyek, még mielőtt meg akarnak. És pont ez volt az a medve. Ezt meg is jelölöm, bár érdekes, hogy hármas négyesként kéne majd megjelölnöm, de lehet, hogy figyelnem kéne ezt a medvét. Na, akkor nézzünk egy másikat. Itt ennek a medvének csak az ivózónája van. Mindegy, van itt annyi medve, gyerekek. Ennek az ivózónája, ott az ivó. Jó, itt fogok jasszolni egyet, gyerekek. Fogok jasszolni egyet. Háros életmedvét most hirtelen kezdésben akar. Nagyon szépen mondta. Reggel 9 óra, nagyon időt nem kell állítani. A küldi meg lenne, de sokáig élnek a medvék, és egy érett hármasod. Bármire kép. Még az is, ez a pálya lesz az első ötös medvém, ha ez így megy. Már itt az elég sok medve van. Mi pályán mennyi van. Hát itt is kettesével, hármasával rohangálnak.
fasza. Elmegyek oda, hát ha ott lesz. Hogy át kell nézni, milyen küldik van. Egy cselek győzött 70 méter, hogy kevesebb távolság az állatot nem szabad megijeszteni. Mondjuk hívóval meg tudom. Hát a hiúz az... Igen. Oda tesz. Meg buffront kell ölnöm. Fél távcső. Ezek van, fejtsd egy fárcát, hát az majd az ember repül, aztán el lesz sejtve. Nézzük ott azt a fárcát, hát hogy... Na, élet hármas, egy két csillagot szedjél magadra valahogy. Rakodj. Arra volt a... Nem, hogy ott lesz egy 70 méteres őzde. Ez volt 109. És ott... A medve. Az északi húz. Ho-ho-ho. Az meg 160 felnőtt egyes. Lehet most a őzek elmennek, de lehet, hogy hiúzt azt nehezebb lőni, és ezt most lehet, hogy meg szeretném. Ezt szeretném kapni. Kérdés, hogy nálam van-e a... Nálam van-e a hív? Felnőtt egyes... Meglátjuk. Ha alacsonyra jön, akkor jó, ha magasra jön, hát megkockáztatom. Pedig ott van. Ott van. Mi van nála a kettősz? Százötvenre van kb. Szerintem elég lesz neki a izé. Gyerül. És lehet, hogy nem elérni ezt, mint ebből is tanul az ember. Ott lőtt, aha, ott lőttem. Hát elég meg kéne lenni, 1100-zal lőttem. Leteszem oda a izét. Mert hogyha az őzek nem mentek.
70 méterből még lehet. Pont lehet, akkor visszaváltok polimerre. Hátha a softpoint gyenge. Ugye négyes állatnak. Ott egy medve, egy vasszalat. Hát, 100 méterre. Tegyük be az esküt. Hát az a kérdés, hogy tudtában nem tudom őket keresztül. Hogy meg kell nézni, hogy a tótól mennyire vannak, és mennyire tudnak bejönni, hogy ez ebben lehet. Nem valószínű, hogy körbe jönnek. Disznók múltkor nem jöttek körbe. Ezen lehet. Hát 120. Tudok menni 20 méter. Ők tudnak jönni. Ha csak magába a vízbe nem tudok még úgy bemenni. Hát az egy necces. Jávor. 88 még. Három méter. Azok az őzek elkezdenek erre csak. Nem azért a parkhoz. Nem is nálam az ő. Nálam az ő szív. Hú, ez gáz. Lehet, hogy... Elmenni meg vissza. Nézzük meg akkor a Hughes-t. Elfelejtve. Nézzük meg. Ott lőttem. Talán az legyen meg, hogy megvan. Mert csak jól somálkodnak. Menekülnek. Menekülnek. Jó, arra is van ősz. Akkor őket visszugrok a házhoz. De úgy megyek oda. Egyelőre kíváncsi vagyok, ez a soft point 3-as puskánál hogy hat. Hím is van. Arra is van Hughes. Hát, hogy ez pont az a Hughes igazából, amit lehet rosszul lőttem. Egy felnőtt hímet lőttem el. Ilyen közel egymást. Jó. Ez egy jó lövés. Fiatal felnőtt élet.
Meglátjuk, hogy az a hím, ez elesett. Nos, erre van a víz. De megijedtem. Milyen hangja van. Hiszen mit fog? Azt mondják, elég agresszív állat amúgy a valóság. Pályázik. De... Nem találom a hiút. Vagy ott van. Biztos, hogy megvan. Tudja, hogy megvan, csak elinduljak el egy. De azon nem szívesen ijeszteni, mert a másikat is, hát az is. Az érdekes, hogy itt a nagy... Nem látok elindulási kércset. Arra futott, hogy emlékeim nem csalnak, arra futott, de ez sem. Aha, itt van, oké. Arra. Ó, gyerekek, vihar lesz itt. Dörög az ég. Arra futott tovább. Oké. Úgy elnézésetek kérem, hogy természet lágyul, én a természet hangjait fogja hallani. Na, az első felnőtt hiú. Nem akarok sírni a kondíció miatt. Na, nézzük meg, hogy hogy muzsikált a jobb tüdő, bal tüdő. Egy kicsit lejjebb lement, de maga az energia bőven elég volt. 200. Persze is töltem szoftban. De most a... Hogy ja. 66, jó, ez egy 3-as lett volna maximumra. 0,06 kg, tehát 6 dekát hatót. Annyit. 0,10 lenne 10 dek. Akkor ja. 6 dekát. 6 dekat. Tök jó. Ezért szeretem a 2-20. Erre is jó, ami apró. Is van pipálva. Ő. Őz, egy felnőtt. Nagyon lassú. Ezek erre jönnek. Nincs nálam az őszívó. Hát igen, erre való a cserkelés, csak a kérdés, hogy ez sikerül. Lehetős. Ahol nem látom a vadat.
Ú, te rozsomák, hogy nem, azt a... Te megijesztett. De valami közelebb is sétált erre ősz, nem? Sajnos. Egy kicsit felgugolóban is. Ott van. Villámlik is. Nem. Pont a legsűrű. Nem akarom, ez a fő lehet, hogy 50 méterre van. Hetven kevesebb állatot nem szabad megijeszteni. A problémám. Pont nem fogom tudni. Ő mennyire van? 44 méter. Nem lehet. 51 méter. Az a bajom. Pont. Ez tiszta célpont. Ászló. Aj! Ne legyek mérges. Hát rohadt szél, hát pont arra fúj a szél. Előtt egyes sem lövöm ki, annak. Majdnem sikerült öregem, egy rohadt másodperc kellett volna. Egész odáig nem akart tüzelni, föl kell. Ne legye meg hát. Itt kóvályogok tőlük már egy fél órája. Hirtelen kapáslövést csinálok meg. Én fogok.
Nem fogok tudni olyan közel menni. Fölveszem az igivót, mert annak semmi értelme, hogy menjek, aztán 50 méterről meg gyorsan elfut. Nem kell gém, küldi. Az az olívok. És most futottak el. Ne legyen meg. Máskor 100 méterre bekocsikázok, akkor vesznek észre. Nem az őzek voltak. Valószínű, hogy itt megtalálom már őket. Egy elhalvány globus.
Szerencsém van, pontosan ugyanarra fogyok. Miért is? Elméletileg. Ja, Misi, hello! Csak én őzeket valamelyes. Nem a környék. Van egy küldi, ami eléggé értelmetlen fordítása. Föl kéne fedezni. Dörög az ég. Szia Majka! Nálunk vihar készülődik, vagy már van. Még nem eredt az eső, csak villámlik meg dörög, de eléggé sötét. Fellegek gyülekeznek. Mindjárt mutatom azt a küldit, azt én az olvashatomba. Ha át akarod, átírod, mert nem számít, úgyis nálom. Itt van egy muflont végzetes lövés fegyver rögzítése nélkül kell végrehajtani. Tehát távcső nélkül kell lelőni. Magyarul. Ezt. Távcső nélkül kell megcsinálni. Itt már alatta így, hogy kihívást kap, hogy lőjön egy muflont anélkül, hogy célzás segítő tartozékot használna. Tehát a leírás leírja, hogy távcső nélkül, de maga a küldetés kiírása ezt írja ki, tehát ezt nem fogja így senki tudni szerintem, vagy tudni fogják, akik tudják. Cél az teljesen értelmetlen ford. Egyébként itt jön képbe az, hogy például megcsinálták azt is, mert nem tartana sem eddig, hogy a tárcsövet a puskáról le lehessen venni a egérünk pörgő megnyomásával. Az egy nagyon hasznos kis jó lenne egyébként, mert most le kell tenned a puskáról a kocsinál, vagy egy táborhelyen le kell venned, aztán úgy kell menned. Más meg közben nem tudsz lőni. Addig, amíg meg nem csinálod ezt a küldit, vagy más puskával kell lőnöd. Én értelek, barát. Na, egy potenciális izé vagy. Látszán szemben én nem érdekel. Mert eddig értelmezhető volt amúgy az összes küldi. Ugye emlékeim nem csalnak. Jó, meg a sztori végigvezett, tehát de ott csak ennél találtam izét, problémát eddig. Főzik éket. Ez az. Ez hol kiabál ez az-e? 360-on kívül kiabál. Nincs kék, vagy nem lát. Az állathangot hallod, de az irányát 360-nál jelzik a kutréknál. Ha rozsomálkoznak, az összeset kinyírom, hát az frász hozzá kell. Egyszerre kéne becsalnom őzet. Erről jött a hang.
Persze most az össze. Hogy megpróbáljam őt. Oké, 208, akkor még mehetek. Nem lesz a legjobb. Hát egy kicsit kéne menni. Jó, nem szerepadok úgyis. Pár ilyen őzet. Nem méterről. Nem szabad megijeszteni, gondolom a hívózás sem probléma. Jó, egyszer, szigetetlen. Örülök. Úgyis mindegy, merre megyek, le egyforma távolság. Ez nem egy hat küldi. Itt az. Nem egy küldi. De ja, az nem egyszerű küldi a muflont meglőni. De én sejtem. Nem egyszerű. De se hívó, se semmi. Ráadásul... Nem tudsz 200 méteres lövést leadni. Célzóka nélkül. Úgy meg. Plusz az is nehézkes, hogy egyáltalán, hogy miért nem lehet görgővel levenni azt a rohadt izét. Azon gondolkodom, hogy ezt megírjam, ez tényleg nagyon hasznos lenne, mert ha megtámad egy állat, akkor is hasznos lenne, ha nem nagyítót, pár csővel kéne blokkolnod támadó állatot. Eltéve, ha akarod ott blokkolni, mert mondjuk négyes jávor megtámadna, nem akarnám megállítani. Az őzes nehéz. Elő majdnem sikerült, éppen fölállt, egy másodpercem lett volna, akkor meg is lett. Ráadásul hívó nélkül cserkeltem be. Csak pont arra fújt a szél. Elég közel, 50 méterre be tudtam cserkelni. Őz. Fajbor bármelyiket. Ha most én fölteszem ezt a szart, akkor nagyon lefele kell lőni. Jöjjön bármelyik, úgy vagyok vele. Vagy hogy legközebb 30 méter. Sőt, az előbb az orrom előtt volt, és most nem. Nem valahol. Aha, ott. Oké. Köszi. Ha esetleg ezt az őszhívón átírod, hogy minden őzet hív, itt len. Ez csak angolul írja ki. Többit írja. Aha, igen, magas kondíció, alacsony kondíció, ide meg ugye azt kéne írja, hogy az összes őszt hívja. De ezek a apróságokkal nem foglalkozok, mert annyira nem kell már értelmezni, mert benne vagyunk. Az a kérdés, hogy most 40-re be tudom egy csalni úgy, hogy arra fúj a szél, és hogy föl sem mentem a lesre. Az a baj, a lombtól nem látnám őket. Nem túl magasra mennék. Próbálom hívni, hát 30
Például itt a fáknál meglátom. Nem írja, hogy milyen nemű őrzetlőjek, úgyhogy most ami jön. Harminc méterig, meg hát 20 méter. Meg előttem pont egy kis domb van. Hallom a lépte ide, nem... Aha, ott. Az... Ez megvan. Megvan. Primer. Álljál meg. Kell tenni. Ezt felfedezzük. Steve jobb tüdő. Szép lövés volt. Ez szép lövés. Fölött dekát vett ki. Jó, ezt közelebbről is lőttem, meg polimerrel lőttem. Kérdés, hogy beveszi-e. Beveszi. Főzes küldi kész. Akkor tova kéne menni. Keresni kéne egy medvét. Keressünk egy medvét. Itt elég sok medve van. Valamelyik vagy csak belebotlok, amelyik bármilyen érett. Hát az áros érettet nem akarok kilőni. Azért nem. De figyelj, ha gondolod, egy kicsit megállok, aztán átfuthatjuk, ha megcsinált küldi is van. Nem? Akkor csináljuk, van időm, mert szabadnapos vagyok többször, több napig, úgyhogy nem gond ez. Első legendás hoki, ezek egyértelműek. Én ezt nem vitatom, csak amíg küldetésről van szó, addig én biztosra megyek, aztán utána már annyira nem. Egyébként előbb az Hughes Softpoint-tal lőttem ki. Csak nem voltam benne biztos, hogy sikeres volt az elejtés, azt visszaraktam polimerét, meg már nem akartam váltogatni, amit volt. Ez egyértelmű, oké. Okay. Egysel fiat, ez is egyértelmű. Egysel mufront végzés, ezt kell majd átírni, ez megvan. Fentus, itt maga a küldetésnek a neve, de ez mindegy is, igazából, mert úgyis ezt írja csak ki. Ez is egyértelmű. Írja egy napi feladat is, de fedezem mocsármely összes fajta interakcióval épszükségünk. Interakcióval lép ilyen a szükségleti zónáikkal. Tehát magyarosítani kéne, de teljesen értelmezhető ez is amúgy. Fájdalmat mosolyogva tűr. Tími küldetés, történet része. Hív Rarszt, elcselcsím egy rénszarvast. Ha itt látsz valamit, ami azt mondod, hogy foglalkozni az nekaszra, akkor ez a lépjen, tehát a lép helyett a lépjent kéne írni. Vizsgál meg a graffitiket, Habinon, ez egyértelmű. Nézd meg a helyet a vadászati térképen, ez is egyértelmű. Keresd meg a vérző fákat, oké, találd meg, és ott megvan. Oké. Igen, ez is teljesen egyértelmű. Ejtsel dámszarvas tőzet, vagy északi húzt, állatot 250 méter vagy távolabbról kell lejteni. Ejtsel egy dámszarvas tőzet, vagy északi. Ez is egyértelmű. A szövegkörnyezetből kiderül, hogy nem mind a hármat kell, hanem valamelyiket a három közül. Ott vagy 250 méter, teljesen jó. Értesítsd, az is teljesen jó. Beszélj Janikával. Janika az nő, nagyon fasza, Jancsi. Jancsi és Juliska az gyerekek, az már két nőről szól.
elhagyod a szállást, találd el a különböző étkezési zónát, a mezei nyúlnak, ejtsd el nyúlat, kérdezz a Janikát Willről a szalmacsuk. Ja igen, igen, jó, oké. Becenev lesz a szalmacsut. Igen, 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 igen. Ő lesz azt hiszem az a lámpás. Na mindegy, az is értelmezhető. Ejts el egy muflon, gimszalmas, terülzálmas, tehát ott kell lőni 300 méterről. Igen, 300 méter vagy távolabbról. Ez is csak magyarosítás kérdése, tehát magyaros magyarra kéne csak áttérni. Egysej muflon gimszarvas, vagy eurázsiai jászáló. Az állatot 300 méter vagy távolabbról kell kilőni. Talán ezt így lehetne áttérni. Esetleg, hogyha valaki nagyon izél rajta, variál rajta, de ez is értelmezhető. Firefox elkapása. Hívja Janikát, pályát, orránszer a felszínen sörét és fedezze fel a sarkilókás szükségleti zónáját, ejtse egy sarkilókát egy vadászpuskával. Na ez volt a másik. Én lőttem pumpás sörétessel, az a legújabb pumpás sörétessel, az utolsó Remington DLC puskákkal jött. Ez a sörétes, ez az ilyen fehéres, barnás, ilyen féliterek mintás. Azzal lőttem egy nőstényt. Utána lőttem golyóssal, a 223-assal szintén egy nőstényt, azt se vette be. Utána a Cinnamon Sky-jal lőttem, az bevette. Viszont a leírásban hogy a Janikának a kedvenc puskája az viszont a Holden Jack, a lapátcsövű sörétes. Azzal kéne, vagy aznak valamelyik verziójával kéne lelőni az állatot. Azzal jött be. Mondjuk az a fiatal hímet lőttem, úgyhogy vagy a Cinnamon Sky, vagy a Holden Jack, vagy hím róka. Ez a lehetőségek vannak, de szerintem a puska. Mert azt írja a leírásban, az e-mailbe, hogy az izének a kedvenc puskájával kell lelőni. Janikának a kedvenc puskájával. Hogy oda lehetne írni, hogy nem egy vadászpuskával, hanem megnevezni az adott puskát, mondjuk a Holden Jacket, vagy a Cinnamon Sky-t, és akkor egyértelmű a helyzet, mert a pumpás sörétessel se vette be. Ez szerintem fontos. Meg kell szedni mindent. Menj az Albino hegyi rénszarvas utolsó is helyére, Elcseli Him Albino hegyi rénszarvast. Ez egyértelmű. Tussáré utolsó ismert helyére, Elcseli. Igen, ez is egyértelmű, elét teszi a játék. Olvasd el Eldo lista a lapra. Napra. Olvassa Eldo lista. Ez mondjuk nem egész magyartalan magyar. Igen, talán a kék kerítést, ahol villó a vitakat. De azt a vízpaszt szalmacsutaknak fordította, izé. Aha. Ja, jó, akkor szalmacsutak a magyarosított beszél. Mindegy, ez egyértelmű. Olvass el Eldo lista a napra. El kell olvasni az asztalon a listát, ami a laptop előtti asztalon van. Ezt nem tudom, hogy át akarod írni. A nagy felkiáltójel. Ezt esetleg ezt az első részét át kéne fogalmazni. Igen, itt vannak a lehetőségek. Tőle az elap a trénszarvast és a Dell. Így van, ez a baj. Hogy a lapátcsövűt nem biztos, hogy mindenki érti. Bár a pumpás sörétes már eleve ki tudja zárni, de ugye van az, amikor egymás alatt van a két cső, például ilyen ez a faragott, amit lehet a küldivel, azzal nem tudom, hogy jó-e. Nekem a Cinnamon Sky jött be. Azzal lőttem le egy fiatal hímet,
Előtte nőstényeket lőttem, de szerintem pontosan, szerintem írd a Holden Jacket, az a tuti. Mert az a kedvenc puskája, írd a Holden Jacket így be, mint puskatip. Én ezt csinálnám. Aztán, ha valakinek úgy nem jön be, akkor majd az úgy is sírni fog, hogy miért. Az bock. Melyik a bock? Ja, a lőszertípus, persze. Buck, nem buck. Úgy írják, hogy buck, nem? Buszsot, igen. Az a nagyobbik. A nagyobbik sörétes golyócskákkal van tele. Buck. Ja, az a bock, ja, de azt én nem tudom, lehet. A lapátcsőt azt tudtam. Akkor lehet. Ugye nyilván buszsottal kell lőni azt a rókát. Igen. Értettem aztán hirtelen. Csak azt hittem, elírta a bockot, mert a buszsot gondoltam én meg. Mert azt sem biztos, azt is lehet oda kéne írni, hogy milyen lőszert használjon, mert elkezdi a pipi lőszerrel lövöldözni, és nem érti, mi történik, akkor ja, mindegy. Hogy ha szájbarágosan akarjuk. Na mindegy, ez már részletkérdés. Igen, itt sincsen baj. Itt sincsen baj, a Michael választásánál sincs baj. A következő rágcsáló ív. Helycsej sarki rókát halálos lövésnek dupla, itt van, kétszeresre kell lennie tüdő. Tehát itt át kéne fogalmazni, a halálos lövésnek dupla tüdőnek kell lennie, vagy valami hasonló. Helycsej sarki rókát dupla tüdőlövéssel. Ez lenne egy a legegyszerűbb, én szerintem. A rágcsáló éve. Feladat. Ugye a táborhelyen úgy akasztod le a térképről. Helycsere sarki rókát dupla tüdőlövéssel. Ez lenne így a legkorrektebb fogalmazás. Következő. Ha lassít, csak szóljál, Misi, ha most csinálod ezeket, vagy ha a leírod papírra, csak nehogy ne tudják követni, hogyha egyáltalán most ezt nézed részleteibe. Vagy mindegy, én szerintem most ezt én azért is csinálom, mert ugye akkor egyszerre túl leszel rajta. Egy kalap alatt. Ez belefér a streambe. Meg itt lesz majd bizonyítéknak, vagy vissza lehet nézni, hogyha valami nem biztos. Na akkor a következő, az ütközéstől való félelem. Helycsele győzött 70 méter vagy kevesebb távolságról, az állatot nem szabad megijeszteni, ez egyértelmű. Helycsele egy barna medvét, az állatra végzetes lövést kell leadni 300 méter vagy messzebbről. Pont úgy, oké. Jó. Itt is magyarosítani kéne csak, tehát hogy az állatra végzetes lövést kell adni 300 méter vagy messzebbről. Nem, vagy több helyet messzebbről. Szerintem ez úgy lenne magyarosabb. Nehéz szén szennyez, ejtsel egy eurázsai jávorszaros, melynek súlya 500 kg vagy több. Ez egyértelmű. Ejtsel egy szarvas legkisebb fajból lintúóban. Ez is egyértelmű. Vannak találós kérdések, azt megoldják meg. Nem kell odaírni, hogy mit kell lőni. Megoldják. Gyűjts 300 kg hegyi rénszarvas húsból. Gyűjts 300 kg-ot. Esetleg úgy kéne, hogy KGO-t
kettőjellel. Vagy gyűjts 300 kg hegyi rénszarvas húst. Vagy nagyobb távolságról, az is nagyobb, az is jó. Figyelj, ahogy érzed, nekem így mindegy, csak hogyha így magyarosítjuk is, tehát magyarosítunk, akkor annál mindenképpen jobb, mint ami oda van írva. Még többet is lőttem, látjátok. Tehát ez itt is gyűjt össze 300 kg hegyi rénszarvas húst, és akkor nem húsból, hanem húst. Kész. Ez egyértelmű. Ha gondolod, ez az utolsó. Ejts el egy nagyméretű szarvast, amely mocsarakat kedveli. Oké, ez is egyértelmű, a találós kérdéses feladatok. Ejts el egy nagyméretű erdőket kedvelő szarvast. Ez is teljesen jó. Így minden faszot. Tehát itt végigmentünk minden küldetésen. Azt hiszem, megnéztük, amik még hátra vannak, ugye? Ez is találós kérdés. Oké. Ezt is megnéztük, ezt is megnéztük. Ja, ez volt az izé. Ezt is megnéztük. Úgyis ezt írja ki, hogy teljesen mindegy, hogy olyan név, tehát a küldetés neve az angolul maradt, az nem baj. Itt egyértelmű. Ejts el egy fálcánt, amelynek trófeája a következő 5 csillag. Oké, ez egy. Én így az küldetéseket ennyit. Jó, figyelj, hát megosztod, amikor késznek érzed a javításokat, aztán kész. Hát nem értelmezhetetlen, tehát itt most tényleg csak azok kedvére, akiknek tájába kell rágni ezeknek bizonyos dolgokat. Akkor még úgy kéne mennem, hogy azért a medvével találtak a gyere. Mert aztán többi helyen meg tehát az enciklopédiát volt fölösleges kijavítani, mert az ott sokat nem olvassuk, maximum nézzük, hogy mikor eszik mit. De más, ugye azt megbeszéltük, hogy a trófea üzénél azért van a törlés helyett tiszta, mert hogy ugyanaz a fáj kezeli azt a fordítást. Na, mondtad, hogy azt nem tudod úgy átírni, mert ugye a vérnél is ugyanazt a szót használ. Mert aztán amúgy meg más nem nagyon. Vagy megszoktam, aztán nem számítom. Hát az irány jó, de egy kicsit. Én ez a Holden Jack-en gondolkodok, és szinte biztos vagyok benne. Ugye a Holden Jack meg a Cinnamon Sky, mert ugyanaz a puska, hogy azokról van szó, kimondottan arról van szó. Mert mondom, egy pumpással lőttem, és nem vette be. Azzal lőttem először. Aztán hát vadászpuskának minősítettem a 223-ast is, mert hogy ebben a játékban minden vadászpuska, hogy azért mondom, az olyan megfogalmazása, hogy sem jó. Viszont technikailag a izé jött csak be. Cinnamon Sky. Leírás alapja meg a Holden Jack a kedvence. Hát ja, meg kettő ugyanaz, csak az egyik ilyen dísz. Miért Google-ba megyek? Medve csak nem ijed meg tőlem. Ja, hama. És szóval melyiket a tényleg a medvét kéne lőni. Élet 3-as nem akartam, pedig mindjárt az elején sikerült betettem. Első 3 percbe.
Nem volt szívem azt, hát a nagyobb lesz. Felnőtt egyes meg fog kockáztatni igazából. Arról van szó. Esetleg még egy érett kettest is. Erre megyek, jó. Akkor jó fele megyek, ha erre megyek. Remélem valamelyik erre kóváljuk majd. Hirtelen bemegyek közéjük. Medvét hívni kell, az oké. Okay. Hát az a muflon, az megint egy érdekes. Legerősen gondolkodok, hogy egy kugli fordítóval ne küldjem el ezt a levételt, a egérgomba távcső levételt, mert az nagyban megegyszerűsít egy csomó. Finálisan. Főleg, ha ilyen küldik lesznek a későbbiek folyamán is. Tényleg praktikus lenne bizonyos esetben. Már nincs egy kóbor medve. Medve egy. Érett egy. Csinálják a dolgaikat. Szerintem 10 órakor pihen. Nap 10, 15 órakor. A bélyegződésbe mentem volna az őzre, de már megvagyom. Just kell ölnöm, medvét kell ölnöm. Pont kell ölnöm. Az öt csillagosít. Oké, teljesen jó, figyelj, hát magyaros, magyar legyen, ennyi. Azt mondom, most milyen szót használunk, annyira mindegy, de tehát annál minden jobb, ha már magyaros itt, ami oda le volt írva. Húsz a medvék, gyertek! Ha sétáltam ide a közétek, azt sehol sem. Nyomok itt. Lenyomozhatnám. Szóval Hughes-t megint nem fog, véletlenül nem fog találkozni.
Nem szarvas előni. Életnő. Nincs, ó, nincs nálam a röfögő hív. Ezért lesz darabosítva vadász a gyerekek. Gondolkodtam, fene egyen meg. Még a szél nem is arra fúj. Jó. Itt az. Kell vagy 6 hívó vagy 7. Erre a pályára is. Hárod visz magaddal. Nagyon nehéz lesz ez itt. Nem drabossá teszi a vadászatot. Óra is elmondta, hogy a pihenőidőnek is vége. 15 órakor lesznek, 15 óra meg egész idő. Vörös lópát csak kell lőnöm. Hát fel kéne pörgetni az eseményeket alvássa. De ott órakor lesznek. Nem lesz. Rohan a medvém, beszarok vagy. Ott meg a hiúzom. Északi.
egy felnőttet lőttem, akkor kell egy fiatal, meg egy élet. Én csak az. Jót akarok magamnak, ide kidobom a... Megpróbálom hívni. Kéne kiraknom. Hát. Ja, Mikrobi, hello. Na. Próbálom. Rakni. Zavarnak a fák. Hívok alacsonyra. Nem ők mindegy. Remélem, hogy nem felnőtt jön, hanem érett vagy fel. Remélem a hívó el fog. Én szállítok kb. 200. Nem? 42. Mondjuk a Hughes-zal kapcsolatban ott az üték nem nagyon. Nem, nincsenek nagyon jó tapasztalataim a hívásával. Nagyon nehezen akarnak hallgatni bármire. 106. A legjobb helyre rakom ezt. Ez igen jó. Szépen lehet. Ja, visszaszálltam rá. Igen, igen. Lesz a helyzet. De még nem jött közelebb. Akkor hívok magasra. Hát, ami információkat én összeszedtem ezzel a rőszerváltással kapcsolatban, nagyon furcsa dolgok vannak. Például nem biztos, hogy hatékonyság szempontjából jobb a polimer a szoftnál, energia megtartás szempontjából egy csomó, nem egy csomó, hát például ilyen a 308-as. Úgyhogy itt szó szerint érteni kell a lőszerhez. Nem úgy, mint a Call of the Wild-ban, nagy vonalakban, polimer erre, a szoft meg arra, hanem itt szó szerint nem mindegy, hogy... És hát mindegy, mivel lősz, mert ugye az alaplőszerek, amik ingyenesek voltak, azzal is simán meg lehetett oldani a problémákat. Akkor tényleg nagyon, olyan, tehát nagyon tudatosan kell váltani a lőszer. Elméletileg úgy van, hogy a valódi lőszerek valódi ballisztikáját csinál. Meg is hány lőszer annyi féle. Tehát nem lehet kaliberrendként a softra ugyanazt a metódust csinálni. Többről van szó, mint háromféle lőszerről igazából. Meg lehet tanulni, aki meg akarja, életezni is lehet vele, meg nézegetni a táblázatokat, de...
Egyrészt szerintem ez így jó is, mert aki nem nagyon foglalkozik az összerváltással, nem lett neki nehezebb a dolga. Akit meg bele akar merülni, az meg tényleg bele tud mondhatni majdnem a legnagyobb mélység három játék szempontjából. Lehet. Elhallgatott a hiú gyereket. 160-180-ra volt utoljára, amikor. Hát persze, az hiú. Van baj. Medve is lehet. Hol van? Hát nincs szerencsém. Szerencsém. Ilyen spot. Mi magasra jött. Életet. Itt. Még egyszer innom kell, mert pont nem akar körbe tenni. Megjött a hiúz is. Leszarok. Jó, az 80-100 méter, az egy pont a dombon túl. Ott van a hiúzunk. De jól megcsinálták. Hát a hiúz nehezebb. Hát kiszpottoljuk a hiúz, meglátjuk, hogy felnőtte vagy felnőtte. De még egyszer hívok. Jön. Felnőtt, akkor azt nem lőjük, meg érett, ezt meg lőjük. Úgy már felém hél. Ez meg kell, hogy legyen. Egy medve. Az ország nőstény volt. Én megvárom. Hát most nem tudom hány százalékos, de meg lesz az. Nézzétek, ez azt tud. Ott meg van. Kiúsznak, hiába felnőttet előtte. Most kiderül, hogy sírok-e vagy nem. Kondíciója miatt. Ment. Mert 3600 76%. Hát ez egy négyes medve azért lett volna alsó hangon.
véletlen hozta volna ki belőle az 5 csillagot egy percre, de akkor a baj nem tört. 2,5 kilót vett ki belőle, azért a szofta megnéztem volna, hogy akkor egyszer majd kipróbálom. Remélem emlékszek majd arra. 1 kiló. 1 méterről. 9 méterről. Próba. Elméletileg el kéne. Jó. Nézd vissza, Lemi Kabi. Ja, hogy ez a izé, ez a... Igen. Visszanézünk. Ez ugye a terület vadász engedélynek a külke. Hogy most jött ez abba a házba, ebbe. Ó, ezt is tegyük, nem tudom miért van ott. Renda vagy barátom, tudom. Az volt. Manapság nehéz találni egy józan észre. Ez nem fert, nem tudja. Nem fogja. Akkor ez volt az utolsó küldi. Életileg. Gyakorlatilag szerintem most kaptam volna meg a területet. Tímen is sikerült elérnem akkor azt a két hozzá. Tím is meg vagyok, igen jó. Na, még akkor mi van hát? Van 3 küldi hátra. Kell még 2 Hughes. Ez nehéz lesz. Az 5-ös fácál meg szembe repül. Rá kell feküdnöm. Hány óra, hogy vannak ezek? Hogy essünk túl a távcsőnék vízén. Essünk, keresünk húflont, essünk túl rajta. Túl rajta. Itt nem úgy is jelöltem egy nagy kondit. Viszont akkor azt kéne csinálni, hogy olyan puskát kéne elrakni, mivel meglövöm, távcső nélkül. Mást is. És a hívókat is össze kéne válogatnom, hogy... Hívókat. Hammal. Jó, a dámhívó, a ragadozó, kell a közhívó.